Született kémek. Na, mióta csatában elvesztettem a hajómat, azóta keresem a tengeren az utódját. Ezer tenger ördöge, a Vuptanik a legszebb hajó, amit valaha láttam. Nagyon fontos meghozni. Alig várom, hogy az enyém legyen. Tengeri kémek. Malibu Egyetem, 12 óra 24 perc. Clover igazán igyekezhetne, 37 perc múlva kezdődik az újságírás órám. Ahoj, Csajszik! Fincsi Sali legyen ebédre, vagy lakoma Vegaburger extrákkal! Ugye csak egy színdarabban fog szerepelni. Ami egy kalózról szól, aki teljes gardrób átalakításon megy át. Ha az izgalmas és trendi ruházatomra céloztok, közlöm, hogy a tavasz nagy durranása a kalóz stílus. Csak egy kicsit sok. Igen. Keverhetnéd valamivel? Tudod, magas szárú csizmacuki nyári ruhával? Á, cimbora! Ebben a gúnyában kikötnek az árbochoz. Akkor se ismernél fel egy új trendet, ha egy divatmagazin címnapján látnád, ahogy ezt. A kampuszon mindenki így fog kinézni. Jaj, ugyan már, ehhez a röhelyes cucchoz csak egy beszélő papagáj hiányzik. Jaj, elfelejtettem, hiszen erre ott van Sam és Alex. Szép volt, Mandy. Jesszus! Legalább leraknál nekünk néhány párnát. Jaj, nekem. De apropó, honnan tudtad, hogy tengerre szállunk, Clover? Elég. Aki még egy kalózviccet elsüt, azt kiköttetem. Nagyon szép a táj. Ma hova viszel minket, Jerry? Hát a mesés Vuptanikra. Hová máshová? Éjjel! Óvatosan örüljetek. Habár ez nem akció, azért nyaralásnak mégsem nevezhető. Az új kütyüket fogom bemutatni az ügynökeimnek. Kütyü bemutató? Hurrá! Nagyon izgi lesz. De a maradék időben azért bulizhatunk egy kicsit, nem? Nos, gondolom igen. Clover felkészülten jött, de Sam meg én hogy jelenhetnénk meg a hiperelegáns Vuptanikon ilyen cuccban? Gondoltam rá, elhoztam a ruháitokat. Nem elég, hogy megsértetted a magánszféránkat, ráadásul téli ruhákat pakoltál be. Jaj, nekem? Ó, valóban. Vuptanik, 14 óra 3 perc. Végre eljött az idő, hogy akcióba lépjek. Akcióba lépj, akcióba lépj! Megnézem a wellness fűtőt! Azt én is, jó lesne egy lávaköves masszázs! Ezek tényleg a legjobb ügynökök! Ennyi helyes pasi dolgozik a Vupnak? Ha? Mi van? Rákacsintottam, de rám se nézett! Talán csak azért, mert nincsen röntgen szeme. Hogyan láthatta volna, hogy a röhelyes szemkötőd alatt kacsintgatsz? Bocsi, buta vagyok. Később bőven lesz idő röhincsélni. Ideje elkezdeni a várva várt kütyű bemutatómat. Ez itt a VUP kütyű bemutató. Új kor hajnala a kütyük világában. Műsorvezető az egyedülálló Jerry. Remélem, izgi lesz és gyors. Vagy még egy szemkötő kell, hogy ne lássák, hogy alszom. Az RT 5000. A rejtsd el a tárgyakat 5000. Egyetlen gomnyomásra bármit elrejt a felhasználó 500 méteres körzetében. A készülék menüjében több mint 10 000 előre beprogramozott kép szerepel. Íme az Eros. Elektromágneses radioaktív szerkezet. Ne csapja be önöket a neve, nem szerelmes gép. Sugara bármit felmelegít vagy szétporlasz, amit egy gaztevő a gyanútlan világra rászabadít. A júj-fúj robbanó kapszula a gazra tapad. Immobilizálja a támadót. Olyan anyagot bocsát ki, ami 1000-szer ragadósabb, mint a melasz egy hideg téli napon. Hoppá! Szerencsére van oldószere a központban. Na és végül a VAT, a vupos aljas tuti tetkó. Ha a bűnöző karjára kerül, rögtön valódi lesz és összekötözi a gazembert. Ez igen!
Harry ez alkalommal felülmúlta önmagát. Igen. Alig várom, hogy kipróbáljam a kütyüket a gazfickókon. Jerry, minden rendben? Őszintén szólva nem. Gyengének érzem magam, szédülök. Menj vissza a kabinodba, pihenj le. Kiváló ötlet, Clover. Majd a trópusi pikniken találkozunk, lányok. Na végre lazíthatunk. Ha kellenik, masszázson leszek. Én is? Én leszek az. Aki halálos veszélyben forog, mert ágyugolyókkal lövi. Nem sincs. Azt hiszem, az ágyugolyóban valamiféle altatógát lehet. Lehet, hogy Jerry megint tesztel minket? Mint a múltkor, amikor a hajón voltunk. Nem, ezt erősen kétlem. A kalóz stílus menő, de a kalóz támadás nem. El kell tűnnünk innen, de előbb gyorsan fel kell hívnom Jerryt. Hello? Jerry, Sam vagyok. Nagyon furcsa dolgok zajlanak. Sajnálom, lányok, de ma már képtelen vagyok bármi hasznosat is csinálni. Lüktet a fejem. Jaj, ez durva. Árbóc Kúner a nevem, és ez itt hűpapagájom, Tengerice. Átvesszük a hajó irányítását. Átvesszük a hajót, átvesszük a hajót! Hé, hey, ahó, nem ismered a borotvát? Vagy a modern ruhákat? Annak nem kell modern gúnya, akinek az ősei büszke tengerjáró kalózok voltak. Két csatlósom, Bálna és Csali segítségével. Újra divatba hozom e nemes mesterséget. A Vuptanikkal kezdtem a sort. Miután a távcsövemmel megpillantám, úgy döntöttem, hogy megszerzem magamnak. Na ne! A rablás mióta nemes mesterség? A hajó a Vup tulajdona. Bár merés stílusérzéket csodálatra méltó, a Vuptanikot nem szerzed meg. Ahhoz előbb velünk kell megmérkőznöd. Ilyen helyre kis kalózleányzót életemben nem láttam. Te leszel a kalóz királynőm. Együtt uraljuk majd a tengereket. Álmodban. Már megbocsás, de ez a kalózleányzó nem megy innen sehova. Főleg nem veled. Igen, Clover velünk van. Többé már nem. Most már az enyém. Gyere! Elabancsokkal! Menjetek, vegyétek át a hajó irányítását. A foglyokat megvigyétek a gépterembe. Gyerünk, Sammy! Segítsünk Clovernek! Fogunk is, ha megszereztük a kütyüket. Úgy lesz esélyünk a kalózok ellen. Mintha váratlanul hatalmas kincsre találnál, kicsikém. Nagyon vigyázz! Ne nyúlj a táblagéphez, mert beindítod! Ez itt a Vup kütyű bemutató. Egy új kor hajnala a kütyük világában. A műsorvezető... Jerry bemutatója! Árbóc és vitorla, leckésztessük meg a szárazföldi patkányokat. Csak rajta. Én meg közben kioldozom a köteleket. Siess, Alex, kapcsold ki! Azt akarom, azt akarom! Az anyja! Amit meg kell tenni, azt meg kell tenni. Lám, lám, lám. Megpróbáltatok fegyvereket szerezni, ányok. Nem számít. Így is, úgy is le fogunk győzni. Igen. Egyébként meg, ezek nem fegyverek, hanem hipermodern kémkütyük. Azt se tudod, hogy kell használni őket. Hát ebben nagyon tévedsz, kicsi leányzó. A helyzet az, hogy meggondoltam magam. Nem csak simán elrabolom a hajót. Az erosz sugárral túlmelegítem a napot. Felolvasztom a jégtakarót, elárasztom a világot, hogy az egész egy hatalmas kalózparadicsom legyen. A régi terve sokkal jobban tetszett.
éhes voltam. Kész rémálom. Ki kell jutnunk, mielőtt árbóc elárasztja a földet. De mégis hogyan? Nem elég, hogy szó szerint itt ragadtunk, ráadásul egyetlen egy kötyünk sincs. Még nem tudom, de sürgősen ki kell találnunk valamit. Mindenki megismeri árbóc és a csodálatos Clover, a szép kalózlány legendáját. Ketten együtt végigfosztogatjuk az egész világot, és leigázzuk a tengereket. Leigázza a tengert, leigázza a tengert! Duplán álmodban, bár jelen körülményei más sejtetnek, abszolút 21. századi lány vagyok. Talán ez majd segít alkalmazkodni a kalóz élethez. Bocs, de nem jön be. Elnézést kérek, de végre kell hajtanom gonosz sarki jégolvasztó tervemet. Bálna, Csali! Mi a csodát művelsz? Nem tudod, hogy az izzadás tönkreteszi a ruhákat? Tönkreteszi, tönkreteszi! Igen! Iszonyú meleg van, szerinted, nem? Jaj, ne! Az Eros sugár! Árbóc nyilván felmelegíti vele a földet! Figyú! Akinél van univerzális kabala karkötő, vagy rúzslézer, vagy bármi, amivel kiszabadulhatunk, emelje fel a kezét. Jó? Így. Alex, a kezed. Csak megmutattam, hogy mit kell csináljanak. Tudod, hogy nincs nálam kütyű. A karom! Kiszabadult? Nyugalom, később visszajövünk, értetek? Kérek még egy csészeteát, anyám. Ó, fügéskeksz, a kedvencem. Jaj, látom, teljesen magunkra maradtunk. Jó van, gyógyulj meg, Jerry. Így áll, jó sok teát. Mintha egy kalózfilm díszletében lennénk. Vagy egy király vidám parkban. Kapcsoljuk ki az Eros sugarat, és mentsük meg Clovert. Oké, itt nem forró a talaj. Sajnos, a földben nem ez a helyzet. Jaj, ne! Ez rosszabb, mint gondoltam. A városokat már is kezdi elönteni a tenger. Bár csak tehetnénk ellene valamit. Talán tehetünk. Más irányba kormányozhatom a hajót, akkor az Eros sugár nem a napra irányul. Szuper ötlet, Sammy! Az lenne! Ha nem értünk volna ide időben! Csúcs! Vagyis az lenne, ha nem lennénk ilyen óriási zűrben. Sétáljatok végig a pallón! Végig a pallón! Végig a pallón! Hé! Hey, vigyázz! Megszúrhatsz! Azonnal fejezd be, árbóc! Sam a legpocsékabb úszó a világon, Alex pedig fél a magasban! Sajnálom, Clover! Senki se szállhat szembe árbóc kúnerrel! Na nyomás! Alex, ilyen esetekben tényleg jó, hogy kéz nélküli üzemmód is van a kompúderen? Kompúder, kapcsolj be! Állj rá a Vuptonic rendszerére! Remek! Fordítsd el a hajót! Most! Mindjárt jobb! Már az óceán is kezd lehűlni! Nektek kellene irányítani ezt a hajót!
Kikormányozta más irányba. Gőzünk sincs róla, a főnök. Igen? Hé, Bálna, ide jönnél kicsit? Én? Hát persze, hogy te szép fiú, gyere már! Valami fontosat akarok mondani. Ez az! Vágom a témát, mi? Kapjátok el! Borzalmas látvány vagy, Clover? Vágom, utáljátok a ruhámat, átöltözöm, oké, de előbb... Mutassuk meg a gazfickóknak, kik vagyunk. Johnny, tiéd a vöröske, Bálna, tiéd a barna. A szöszi kalóz csak az enyém lehet. Csali, mi? Hallgass, te ostoba madár! A mai kalózok már nem az igaziak. Biztos, hogy nem akarsz velem vitorlát bontani, kicsikém? Nem bírod, ha nemet mondanak neked, igaz? Kalóz nyelve, nincs olyan, hogy nem. Eddig csak játszadoztam, de te belevágtál a hajamba. Tudsz elszakadni tőlem. Azt hittem, igazi kalóz vagy. Ennél többet nem tudsz? Elfelejtettem szólni neked. Én nem vagyok balkezes. Tényleg nagyon értesz ehhez? Tudom. Én is elfelejtettem szólni neked. Szuperkém vagyok. Még nem győztél, lesz öszke. Igen! Ígyni! Ez féken tartja, míg ki nem kötünk, és Jerry magához nem tér. Szép volt, Clover! Köszi! Nagyon keményen harcolt. Nem, a gurításra gondoltam. Az egyetemi teke csapatba jól jön egy ilyen játékos. Viccelsz, ugye? Tönkre menne a körmöm. Egy újabb, nagyon szép akció. Mi lesz most árbóccal és búsképű csatlósaival? Annyit mondhatok, a WUB zárt intézetében hosszú ideig nem fognak tengerre szállni. Csak azt sajnálom, hogy lemaradtam a harcról. A hallottak alapján vicces lehetett. Apropó vicces, Clover merre van? Azonnal jövök! Kitalálom. A tavaszi trend a tenger és télus. A divat fénysebességgel halad szem. A tavasz már tök a múlté. A tenger és télus az őszi trend. Yeah! Igen. Szóval szerintem...
Igen, tudom. Nem bírjátok levenni a szemeteket rólunk, olyan csodásak vagyunk. A kalóz stílus nagyon menő. Fantasztikus vagy, Mandy. És te is, Trent. Kit érdekel? Nem értelek, Clover. Hogy nem borít ki, hogy Mandy lenyúlta a stílusodat? Úgy, hogy fogalmam se volt róla, milyen röhelyes vagyok egész mostanáig. A kalóz stílus az övék lehet.